tudom, segítek egy másodperc, vegyetek meg. Tök magos pogácsával és forró teával várták a kicsiket a gyermekkönyvtárban tartott Márton napi kézműveskedésen. Itt a mondókák és mesék olvasása mellett ilyen dekoratív lámpásokat készítettek az óvodások. Papírokat, és be kell ragasztózni itt, és akkor csinálsz le egy ilyen. És miért csinálsz már nagy világítsát? A Márton napi foglalkozásoknak már sok éves hagyománya van az Arany János tagovodában. A pedagógusok célja, hogy megismertessék a gyerekekkel Szent Márton legendáját és a magyar népmeséket, valamint bevezessék őket a könyvek és az olvasás világába. Ez egy nagyon szép magyar néphagyomány, a Márton napja. Ugye a történetet elmeséltük a gyerekeknek, illetve itt a könyvtárban is már a könyvtáros nénik eljátszották. Ugye tudjuk, hogy Márton, aki egy katona volt, a köpenyét levette és egy kordusnak adta. És tulajdonképpen ő volt ez, aki segítette a szegényeket. És ez tulajdonképpen a gyerekeket arra szeretnénk mi is ezzel egy kicsit nevelni, oktatni, hogy milyen fontos a jóság, a szeretet, az önzetlenség, hogyan tudunk egy másnak segíteni. A kézműves foglalkozás után a Bartók térre vonultak a szülők a gyerekekkel, ahol meggyújtották a szeretetet és jóságot szimbolizáló mécseseket, majd mondókákkal adóztak Szent Márton emlékének. Akinek nincs fája, válaszol magát.